Jesszus, ezt nem hiszem el. Oké, ne is nézeges tovább, ugyanis ebben a videóban meg fogom neked mutatni, hogy melyik a legjobb kamerára szerelhető mikrofon. A Sennheisernek az MKE szériájáról fogunk beszélni, a 200-ról, 400-ról és 600-ról. De először hadd mondjak el egy sztorit, egy személyes történetet, ami az egész YouTube-ozásom elejétől indult, ahogy egyre jobban beleástam magam és követtem MKBHD-t, Casey Neistatot, Peter McKinnon, Gerald Andant, bármelyiküknél, mindegyiknél megjelent az MKH416, a Sennheisernek a legendás mikrofonja. Mindig is egy álmom volt, hogy kipróbáljam, hogy valóban nekem is annyira durván jó hangzást biztosít, és miután a Sennheiserrel összejött egy együttműködés nagyon sok follow-up után, kipróbálhattam, és pont olyan, mint amilyenre számítottam. Persze ez egy nagyon drága mikrofon, 370 000 forint. Kíváncsi voltam, hogy az olcsóbb, és az árról mindjárt beszélni fogunk, könnyebben elérhető mikrofonok, ugye az MKE széria, milyen eredményt tud adni. Teljesen ledöbbentem, hogy mire képes, mindent át fogunk beszélni, a specifikációt, hangtesztet, mindent, de először jöjjön az intro. Kezdjük egy disclaimerrel, ugyanis ahogy említettem, van egy együttműködés a Sennheiser és közöttem, elküldték ezeket a mikrofonokat, de semmilyen beleszólásuk nincsen, hogy miként mutatom be, mit mondok róla, úgyhogy a saját őszinte véleményemet hallhatod. Kezdjük a felépítéssel. Ha megnézzük ezeket a mikrofonokat, valóban egy kicsit ilyen mackósabb, de mégis nagyon robosztus, de nem ezekhez szoktunk, ugye, hogyha megnézzük a többi ilyen mikrofont, amit rárakhatunk a kamerára, de úgy gondolom, hogy ahogy egyre többet használtam, rájöttem, hogy mennyivel jobb ez a dizájn, és valahogy jobban is tetszik ez az ilyen futurisztikus irányvonal. Jogos az a kérdés, hogy miért így néznek ki, miért ilyen dizájnt választottak. Ennek kettő oka van. Az egyik, hogy van egy belső zaj csökkentő rendszer, persze lehet rárakni detketet, halott macskát, hogy még jobban ki tudjuk zűrni a szelet, a másik pedig, hogy van egy rezgésgátló rendszer beépítve. A legtöbb hasonló ilyen puska mikrofonon kint van mind a szélcsökkentés, mind pedig a sokkolás gátló, viszont elég okos volt szerintem a Sennheiser, hogy az MKE 200 és a 400 egyszerre lett egy ilyen kompakt, robosztus, nagyon jó hangja van, jó a felépítés, és mindezt belepakolták ebbe a belső vázba. Habár mind a kettő mikrofonban van ugye műanyag, de mégis nagyon jó kiegyensúlyozott az, hogy könnyű legyen, és mégis prémium alapanyagokat használnak, ami szerintem nagyon fontos egy ilyen run and can, gyorsan csak elindulok és felvenni szeretnék stílusban. A kisebb MKE 200 az nagyjából olyan súlyú, mint két duplaás elem. Ami érdekes, mert az MKE 400-ban meg pontosan kettő duplaás elem való, és azzal tudjuk magát az áramot biztosítani, amit nyilván be tudunk dugni a kameránkba, a telefonunkba, vagy bármilyen audio rekorderbe és audio felvevőbe is. Fontos megjegyezni, hogy az MKE 200 az csak azzal, hogy bedugjuk az adott eszközbe, annak az akkumulátoráról megy, míg az MKE 400 természetesen a két elem alapján tudja ugye az áramot biztosítani, ami egy nagyon jó funkciója, hogy automatikusan bekapcsol. És persze vannak más ilyen puska mikrofonok is, amik maguktól bekapcsolnak, de van egy apró, de mégis nagyon fontos részlet, amit nagyon jól kitalált a Sennheiser, mégpedig azt, hogy az oldalára egy jól látható nagy fénnyel mutatják azt, hogy ez be van kapcsolva. Nem tűnik annyira nagy dolognak, de hogyha valaha megesett veled, hogy ilyen puska mikrofont használtál, és a felvétel után vetted észre, hogy nincs bekapcsolva, akkor érzed ezt a problémát, és igen, velem ez megtörtént, és nagyon-nagyon fájt. Ha veled is, írd meg kommentbe. Az MKE 200-nak nincsen semmilyen gombja, vagy bekapcsolási lehetősége, beállítása, tehát tényleg nagyon egyszerű.
Nyilván a nagy testvéreknél, a 400-nál, a 600-nál kapsz különböző kontrollálási lehetőségeket, de én szeretek minél több információt begyűjteni, amikor felveszek, és utána majd post-processing során az audióba pár más beállítást megcsinálok, hogy a legjobb hangzást ki tudjam belőlük hozni. Olyan beállításokról van szó, mint például low-cut filter vagy gain, ilyen nincsen az MKL200-nak, de pont ezért tetszik is, hogy ez tényleg egy ilyen run and gun setup. Hogyha már a funkciókról beszélünk, az MKL400-nak azon kívül, hogy nagyon-nagyon jó a hangminősége, mindjárt átbeszéljük, úgyhogy kezdjük is az egyik oldalával, ahol a gain-t, tehát hogy milyen hangerővel vesz fel lehet állítani, mínusz 20 és plusz 20 decibel között, van benne low-cut filter is, és a másik oldalán pedig kiválaszthatjuk azt, hogy ha szeretnénk monitorozni, mert van egy headphone jack, akkor azt is, hogy milyen hangerővel szeretnénk visszahallani, és így pontosan tudjuk, hogy megfelelő le a hang, nem píkel, tehát nem túl hangos, vagy nem túl halk. Az MKL600 az egy XLR csatlakozós eszköz, de van hozzá egy XLR TRS kábel csatlakozó, míg az MKL200 és 400-hoz egy TRS és TRRS kábel is, TRRS, igen, kábel is van, ami azért nagyon jó, mert így tudjuk mind telefonhoz, mind pedig kamerához is rögzíteni. Ami egy nagyon érdekes design koncepció az az, hogy magának a mikrofonnak nem a hátuljába lehet csatlakoztatni, vagy onnan jön ki a kábel, amivel ugye össze tudjuk kötni az adott eszközzel, hanem az elejébe. És nyilván rengetegen vagyunk úgy, akik vlogolnak, vagy ilyen típusú mikrofont keresnek, hogy nem csak videózásra, hanem fotózásra is használják a kamerájukat. Én rengetegszer estem abba a hibába más, a Rode videomájkos mikrofonokkal, hogy amikor tényleg a viewfinderön keresztül ugye benézve normálisan szerettem a fotózni, nem tudtam, mert egyszerűen a fejemnél ott volt maga a mikrofon, és le kellett szednem róla. A Sennheiserrel nincs ilyen gond, és nincs ott a kábel, hogy lifegjen, hiszen az elől van, tehát nem zavar, hogyha fotózni szeretnénk. Még egy dolog mind a 200-as és 400-as modellnél, hogy ez egy lokkoló, tehát zárható kábel, amivel azt tudjuk elérni, hogy nem kell aggódnunk abból, most ugye nem volt bezárva, hogy így kiesik a kábel valamilyen eshetőségből, hanem tényleg mindig ott van teljesen biztosítva. Az MKL600-nak a funkciói kapcsán hasonlóak, mint a 400-asnál, van egy bekapcsoló gomb, ami az XLR port esetén nem szükséges, van egy gain és egy low-cut filter beállítási lehetőség. Biztos szeretnéd már hallani a hangzást, érted, hallani a hangzást, és egy pillanat múlva bele is vágunk a hangtesztbe, de hadd kérjek meg, hogyha tetszik ez a videó, értékesnek tartod, akkor nyomj egy like gombot, és ha még nem találkoztunk, akár a feliratkozás gombot is benyomhatod. Hangteszt. Nem csak azt fogom megmutatni, hogy egymáshoz képest hogy hangzanak, de különböző távolságból, és mind kinti, illetve benti beállításokkal is, ugye kint lehet, hogy nagyobb a zaj, belül, hogy milyen a teremnek a hangzása, hangkezelve van. Én olyan teremben fogom ezt most itt bemutatni, ami csak egy kicsit lett hangkezelve, úgyhogy tényleg a legtisztább nyers hangzást tudjuk majd összehasonlítani. Kezdjük is! Most az MKL200-at lehet hallani, semmilyen post-processing, és a kamera előtt szemben van velem. Most pedig a Sennheiser MKL400 ugyanúgy velem szemben a kameránál. Utoljára, de nem utolsó sorban az MKL600 ugyanúgy a kamerával szemben. Most 1 méterre vagyok az MKL200-tól. Átváltottam az MKL400-ra, ami mondjuk egy ilyen távolságban akkor lehet jó, hogyha mást veszünk fel, mást kamerázunk. Most pedig az MKL600 1 méteres távolságból. Melyik tetszett legjobban? Kérlek, írd meg kommentben a véleményed. És hadd osszam meg, hogy mi az én tapasztalatom, mi az én véleményem. Szerintem az MKL200 és 400 az fél méteren belül hangzik nagyon jól, míg az MKL600 teljesen elfogadható hangot ad 1 méterig. Nyilván minél közelebb vagy egy mikrofonhoz, minél inkább arra az irányba vagy amerre a mikrofon is, annál jobb. Az MKL200-nál egy kicsikét vékonyabb, magasabb hangot vesz fel, de ezt egy egyszerű post-processing során simán lehet kezelni. A legnagyobb meglepetés nekem az MKL400 hozta, mert
sokkal inkább egy drágább mikrofon hangzását biztosítja. Nagyon részletes a mély, tiszta, kellemes a közép és a magas frekvenciák is. Sokkal közelebb van az MK600-hoz is, még úgy is, hogyha az XLR-rel kapcsoljuk össze. Csináljunk egy olyan összehasonlítást, amikor post-processinget is rárakok, hiszen mondtam, hogy úgy még durvább lehet. Most az MK200 hallható post-processinggel, kompresszióval, limiterrel és a loudness, tehát a milyen hangos annak az optimalizálásával. Ez az MK400 ugyanazzal a post-processinggel, mint az MK200. És így hangzik az MK600, hogyha ugyanazt a post-processinget ráraktuk. A kérdés az, hogy melyik való neked? Egyértelműen, hogyha egy ilyen run and gun, legegyszerűbb, minél könnyebb, minél egyszerűbb setupot szeretnénk, akkor az MK200-at kell választani, csak azzal a plusszal, hogy amikor majd editálunk, akkor érdemes elmenteni egy presetet, egy ilyen templitet, és akkor azt mindig rárakjuk a hangzásra, hogy egy gazdagabb, még jobb hangot biztosítsunk magunknak. Ugyanakkor az MK400 és 600 már az alapfelvételen is egy nagyon jó hangot biztosít, nem feltétlen kell egy ilyen post-processing folyamat. Hogyha ez számít neked, akkor ezekből válasz. De melyiket? Mert ugye kettő van, sőt igazából három. Nyilván ez a te preferenciádra és a budgetedre fog kitérni, hogy melyik a jobb neked. Hogyha sokat vlogolsz különböző helyzetekben, akkor szerintem az MK400 a jobb választás. Nyilván maga a formfaktora miatt, a dizájnja, a használhatóságában. Nem kell semmiért aggódnod. Ugyanakkor az MK600 sokkal inkább ugye egy ilyen profi puska mikrofonhoz hasonlít. Szerintem egyértelműen jobb a hangja, hogyha egy ilyen belső szobában használjuk, de amúgy vlogolásra is lehet használni jackkel, és ott van az XLR port is, amivel még magasabb szintű audio interfészekhez tudjuk kapcsolni. Szokták azt mondani, hogy az MK600 az MKH416-nak a kis testvére, de szerintem a kettő közötti hangminőség az annyira más és annyira magasabban van a 416, a 600 sokkal közelebb van a 400-hoz, nyilván úgy, hogyha csinálunk egy ilyen post-processinget. Mindazonáltal bármelyikből ki lehet hozni egy nagyon magas hangminőséget egy gyors utókezeléssel, post-processinggel, tehát semmelyik sem lesz egy rossz választás. Árazás kapcsán az MK200 35 ezer forint, az MK400 70 ezer forint, tehát dupla annyiba kerül, és az MK600 pedig 100 ezer forint. Ugyanakkor, hogyha tegyük fel, a büdzsé nem kérdés, és az abszolút legjobbra vágysz, akkor csak is az MKH416-ot tudom ajánlani neked. Ahhoz, hogy mondjuk összehasonlítsuk, hogy hangzik az egyik meg a másikkal, erre csináltam egy másik videót, ami az MKH416-ról szól, akár csak érdekességképpen nézd meg, kattints ide. Továbbá, hogyha érdekel bármilyen más mikrofonnal való összehasonlítás, és hogy csináljak egy ilyen videót, azt is írd meg kommentbe, és hogyha tudom, akkor elkészítem neked azt a videót. Remélem, hogy hasznosak voltak az információk, és hogyha igen, akkor akár megnyomhatnád a feliratkozás gombot a kis notifikációval együtt, ugyanis rengeteg hasonló valós teszt fog kijönni, és remélem, hogy valamelyik videóban, például amik itt vannak, ott találkozni fogunk, csak klikkelj rá. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, megnézted a videót. Szia, sziasztok!